A Baranya megyei főügyészség vádat emelt a 2 hónapos gyermekével végző komlói nő ellen. A vádirat szerint a nő idén márciusban hozta világra kisfiát. A vádlott és férje közös otthonukban nevelték a gyermeket, akinek ellátásában a nő közelben lakó szülei is rendszeresen segítettek. A gyermek fejlődését a gyermekorvos és a védőnő is rendben levőnek találta. A vádlottban azonban néhány héttel a szülés után az a meggyőződés alakult ki, hogy a gyermek nem fejlődik megfelelően, ő nem jó anya, nem tudja megadni a kisfiúnak mindazt, ami egy szülőtől elvárható lenne. A hozzátartozók is észlelték a vádlott magatartásában bekövetkező változást. Kérésükre a vádlott pszichiáter szakemberhez fordult, aki a szülés utáni depresszió tüneteit észlelte a nőn, és gyógyszeres kezelést rendelt számára. Ezt a kezelést a vádlott elfogadta, szedni kezdte a gyógyszereket. A 2 hónapos gyermeket május 31-én kellett volna orvosi vizsgálatra vinni. A vádlott azonban tartott attól, hogy a vizsgálaton a gyermeket nem megfelelő fejlettségűnek fogják minősíteni, és ezért őt teszik felelőssé. Egy nappal korábban a délutáni órákban egyedül volt otthon a gyermekkel, miután a férj elment dolgozni. Elhatározta, hogy megöli a gyermeket és magával is végez. A kisfiút a ház fürdőszobájában, a fürdőkádba folytotta. 5:30 körül érkeztek meg a vádlott szülei, akik a vádlottat maga elé meredve találták a fürdőszobában, a kisfiút pedig már élettelenül a fürdőkádban. Értesítették a mentőket, és az ő utasításaik alapján megpróbálták újraéleszteni a gyermeket. Ez azonban sem nekik, sem a mentőszolgálat munkatársainak nem sikerült. A kisfiú egyébként életkorának megfelelő érettségű és fejlettségű volt, halálát fulladás okozta. A vádlott cselekménye 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének a megállapítására alkalmas. A bűncselekmény büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.